Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok. Ők a Dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megmegállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokacréphez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Ma rendeztük meg a 14. Dunai mosás rendezvényünket, ami egy kulturális nagy rendezvénye, most már Mohács városának is. Bemutattuk itt a hajdanán végzett nagyon nehéz munkát, a Dunán mosást. Az imént láttam, hogy fel is vettétek, tehát azért azt kell tudni, hogy ezt évente kétszer csinálták az asszonyok, tehát egy tavaszi nagymosás volt, és egy őszi nagymosás. Ősszel azért kellett melegíteni a vizet, tehát lehoztak üstöket is, melegítették a vizet. Ugye otthon kilugaszták előtte a ruhát lugzóba a hamuval, és utána itt lenne a Dunán mosószappannal, mosófával kimosták, és utána kiterelgették, amit itt most nem láttatok, ilyen nagy terítőket raktak a fűre, és oda kiterítették, és ott szárították, fehérítették, mert a nap az fehérít. Hát utána van egy ilyen kulturális kavalkád, mondhatnám, ahol idén Kökényből a Matusek László Kulturális Egyesület látogatott el hozzánk, ők a meghívottak, Zora Néptánc Együttes, Okackörnek a három csoportja lép fel, és közben a Szabad Tűzön Főtételek Fesztiválja is megtörténik, ugye azért egy gasztronómiát is az olvasókör úgy döntött, hogy be kell vonni. Talán az is egy picit vonza az ide látogatókat, a nézőket. Töltött káposzta fölcserépedénybe, láttam, aki valami mást fő Szabad Tűzön. Úgy gondolom, hogy aki ide látogat, az igen színes dolgokban részesül. A nyárra a következő nagy rendezvényünk az augusztus első szombatján a Babfőző Fesztivál. Talán az országos hírű is, tehát ott igen sok ember megfordul, van, hogy 200 cserépedényben föl a bab, bízom benne, hogy idén is nagyon sok résztvevője lesz. A július első hétvégén megtartott program során nehéz, évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyó partján, természetesen hagyományos eszközökkel. A Dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket, az áztatást, a mosópadra helyezett ruhák beszapanozását, megzöcskölését, majd a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítő víz nem jön. Ez itt a Dunai Mosás nevű rendezvény, és itt bemutatjuk a régi népszokást, miszerint az asszonyok, illetve az emberek is segítettek nekik ugye kimosni a szennyes ruháikat a Duna vizébe. Hát ugye először, akkor bemutatom. Bevizezzük őket. És akkor régi, hagyományos szappanna, jó, beszappanozzuk. Félbehajtjuk, még egyszer jó beszappanozzuk, és akkor ugye a pratyákkal, a mosófával elkezdjük paskolni. Akkor ezt befejeztük, kiöblítjük és kicsavarjuk a ruhát. Hát édesapámtól, meg még a Májkom tanította nekem ezt a népszokást, és elmesélte, hogy ők annó még hogy mostak a Dunába. A mosás már pár éve kiegészült a baráti társaságok által készített szabadtűzi főzésekkel is. A mohácsi sokacok a töltött káposztát és a töltött paprikát is illették a szárma elnevezéssel, így mindkét étel rotyoghatott az atyakedényekben. Alapvetően egyszerű étkekről van szó, amint nem kell folyamatosan figyelni, de akár csak a legendás sokacbab, ezek is számtalan variációban készülhetnek. A káposztát főzhetik például csülökkel, füstölt oldalassal, rántással vagy éppen nélküle és még sok más módon. Miközben készült a vacsora, kulturális műsor szórakoztatta a vendégeket, utána pedig bál következett. A mohácsi sokacok a Dunai mosás hagyománya mellett számos egyéb sokac horvát rendezvényt őriznek, melyek közül a leghíresebb a világhírei szertett mohácsi búsoljárás. A hagyományai mellett Mohács város több néptánc együttessel is büszkélkedhet, melyek közül többen az idei Duna mosás rendezvényen is felléptek, különböző koreográfiákat bemutatva a közönségnek. Én a Zora Néptánc Együttes tagja vagyok, és szoktuk képviselni Mohácson a Dunai mosást. Minden évben itt vagyunk szinte, és idén is eljöttünk, és bosnyák táncokat fogunk táncolni.